Sziasztok! Ezúttal Tamás Járon Ábel a Rengetegben című regényét fogjuk elemezni röviden. Szeretném az elején tisztázni, hogy ebben a videóban nem fogom elmondani a regény tartalmát. A továbbiakból a a továbbiak akkor lesznek igazán a hasznodra, ha már olvastad a regényt, de legalábbis tisztában vagy a cselekményével. Ami a filmet illeti, az ábel a rengetegben egy olyan regény, ami nem igazán működik filmen, tehát egyébként is azt szoktam javasolni, hogy mindenképp olvasd el a regényt, akkor is, ha megnézed a filmet, de az ábel a rengetegben esetében ez hangsúlyozottan igaz. Tehát, hogy semmiképpen nem pótolja a regény elolvasását a filmnek megtekintése, még annyira sem, mint a egyéb irodalmi művek esetében. Na nézzük is magát a regényt. Kezdjük a regénynek a cselekményével. Az első fontos dolog, hogy az Ábel a rengetegben egy trilógia, vagyis egy három regényből álló sorozat első darabja. 1932-ben jelent meg, és aztán a további években megjelent még két rész, az Ábel az országban, illetve az Ábel Amerikában. Ha olvastad a könyvet, akkor tudhatod, hogy ez szakállas Ábelnek, a főszereplőnek, fent a Hargitán egy kis házban erdőpásztorként eltöltött öt hónapjáról szól ez a történet. Ábel történetének az elemeit egy valódi Hargitai erdőpásztor ladólai elbeszéléseiből szerezte Tamás Áron, sokat, Tamási Áron hallgatta az ő történeteit, és ezekből merített ikletet, illetve egy-két kisebb történet elemet át is, át is vett ladólai történeteiből. Egyébként maga ladólai története is megjelentek, tehát ő is leírta a saját emlékeit, és ezek megjelentek nyomtatásban. Ha megnézzük a regénynek a cselekményét, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen különböző események, kalandos történéseknek a laza egymás utánjáról van szó, tehát nagyon sok minden történik Ábel előtt ott fenn a hegyen, és ezek lazán követik egymást, nincs egy nagyon szoros logikai rend. Ebben a, ebből a szempontból a pikareszk regényhez hasonlít az Ábel a rengetegben szerkezete vagy cselekményvezetése. A pikareszk regényről majd kicsit később fogunk a gimnázium során részletesebben is tanulni. Az Ábel a rengetegben műfaját is valamilyen szempontból tekinthetjük egyfajta fejlődés fejlődésregénynek, bár a fejlődésregény az nem igazán egy nagyon szorosan vett műfaji kategória. Maradjunk annyiban, hogy hasonlít a fejlődésregényekhez, vagy inkább a nevelődésregényekhez a a története, hiszen Ábel nagyon sok mindent átél, nagyon sok mindent újra gondol, átgondol. De azért azt lehet mondani, hogy az alapvető jellemvonásai azok nem változnak, tehát tapasztaltabbá, tapasztaltabbá válik, sok mindent megtud a világról, de az ő személyisége az voltaképpen változatlan maradt, tehát ezért ebből a szempontból nem olyan, nem, nem olyan mértékben hasonlít a nevelődési regényekre, vagy a fejlődési regényekre, mint például a nemrég tárgyalt abigél, ahol alapvetően változik meg a világról való gondolkodása a főhős nőnek. Tehát ez itt az Ábel esetében nem történik meg, de azért egyes elemek megjelennek a fejlődés regényből, vagy a nevelődés regényből, ezek nagyon közel állnak egymáshoz egyébként. Tehát ennek a két regény típusnak a jellemzői is megjelennek azért az Ábel a rengetegben. -ben. Az fontos még a cselekménynél, hogy időnként tulajdonképpen, időnként nem is igazán történik semmi a regényben, ezért, hát kicsit erősen fogalmazva szokták ezt unalmasnak is tartani, és bevallom, amikor én gyerekként először próbálkoztam az Ábel a rengetegben elolvasásával, tudtam, hogy ez egy nagyon fontos regény, én nagyon szerettem az irodalmat, világ életemben nagyon szerettem olvasni is, mégis bizony-bizony, mikor először megpróbálkoztam vele, akkor letettem, mert unalmasnak találtam, de ez nem azért volt, mert ez egy rossz regény, mert ez egy nagyon jó regény, hanem azért, mert valószínűleg túl fiatal fejjel olvastam, és nem tudtam azzal mit kezdeni, hogy a történetmondást újra meg újra megszakítják, ilyen csipkelődő párbeszédek, tréfálkozások. Gondoljatok például arra, amikor az apa hazajön, és hoz egy nyulat. És az sok-sok az, az oldalon át van leírva, hogy végül is, hogy kezdik el azt a, ezt a nyulat megnyúzni, és elkészíteni. Először az apa próbálja megtréfálni Ábelt, aztán Ábel próbálja megtréfálni az apját. Tehát egy, egy gyermek olvasónak egy pici, ha valaki szerintem túl fiatalon kezdnek az Ábel olvasásnak, akkor nem tudja értékelni ezeket a, ezeket a csipkelődéseket, ezeket a kis agytornákat, hogy állandóan rejtvényeket adnak föl egymásnak. De ezek az Ábel cselekményének nagyon szerves részét képezik. Tehát ez, ez fontos regényben, csak nem biztos, hogy minden olvasó tudja ezt értékelni. De majd látni fogjuk, hogy a székelységnek, a székely karakternek része ez, ez a csipkelődés, ez a picit rébuszokban, rejtvényekben beszélés. Na nézzük a szereplőket. Az Ábel a rengetegben című regényben, ahogy a címe is utal rá, Ábel szakállas, Ábel áll a középpontban, aki egy teljesen átlagos, 16 éves fiú, csíkcsicsóból, székelyföldről, és az összes többi szereplőt a hozzá való viszonyulása határozza meg. Ami nekem nagyon furcsa volt már első olvasásnál is az Ábel a rengetegben nél, hogy például nem nagyon vannak nők a regényben. Tehát, hogy nagyon kevés nő szerepel, tulajdonképpen két nőre lehet emlékezni, az egyik az Ábel édesanyja, aki aki egy, egyrészt alig szólal meg, tulajdonképpen annyi a szerepe, hogy, hogy így szenved a családjáért, és aztán egy adott ponton meghal, tehát egy ilyen igazi mártíranya. A másik nő, aki pedig nem jelenik meg a történetben, csak elbeszélésben, az pedig Márkusnak az anyja, aki egy hasonló, hasonló mártíranya. Ugye fiatalon, fiatalon szüli meg Márkus, nagyon nehéz körülmények között tulajdonképpen a vasútnál neveli föl, és aztán egy baleset áldozata lesz. Tehát ez nagyon furcsa, hogy, hogy lányok, nők, asszonyok nem nagyon szerepelnek. Majd erre még egy picit visszatérünk. Veszünk még egy kicsit Ábelről, aki egyrészt egy ilyen népmesei szegénylegény, ugye ismerjük a, a mesékből az egyszerű szegénylegényt, aki elindul szerencsét próbálni, és aztán különböző kalandokat él át, és ettől megerősödik. Tulajdonképpen Ábel is egy ilyen mesebeli szegénylegény, aki csak a saját képességeire hagyatkozva próbál boldogulni a hegyen, és tulajdonképpen eléggé jól boldogul is a találékonyságának köszönhetően, minden nehéz körülmény ellenére végül is helyt áll. És itt kell még beszélni a székely góbéról. A góbé az ilyen csavaros észjárású embert jelent, aki hajlamos a másik embert akár kicsit át is verni, meg is tréfálni, de ez nem egy ilyen gonosz, nem egy ilyen gonosz átverés, csak, csak ilyen furfangosság. Talán ez a legjobb szó rá, hogy a góbi az egy furfangos, jellemzően székely ember. Ezt jelenti a góbi. Egyébként maga a szó az valószínűleg a kópéból ered, vagy hasonló eredete van, mint a kópé szónak, picit bizonytalan az eredete ennek a szónak, de a góbi az egy, az egy, nagyon jellegzetes embertípus, tulajdonképpen a magyarság kultúrájában egy, egy egy jellegzetes embertípus, csak ismételni tudom magamat, ahogy aki például a Székely viccekben is sokszor megjelenik. Igen, a szereplőknek az életét meghatározza a szegénység. Majd erről nem sokára lesz szó, hogy mikor játszódik a történet, de ábelék életére is rányomja a bélyegét a szegénység, de ezt úgy, ér, úgy értsük, hogy a nagyon súlyos a szegénység, tehát sokszor enniük is alig van mit és ez, a, ez, az állandó, állandó nélkülözés, ez meghatározza az ő életútját is, hiszen eleve azért kell elmennie neki is dolgozni 16 évesen, hogy, hogy a család boldoguljon, vagy például amikor az édesanyja meghal, akkor az apja üzen neki, hogy, hogy, ne jöjjön haza, hanem maradjon a, maradjon a fönt a hargitán, a munkahelyén, nyilván azért, hogy ne essenek el esetleg attól a pénztől, amit így meg tud keresni, tehát nagyon-nagyon meghatározza az életüket a szegénység, az, hogy a legalapvetőbb szükségleteiket is időnként nagyon nehezen tudják kielégíteni, tehát nagyon alig van mit enni, nagyon sokszor fáznak, tehát ez egy nagyon kemény világban élnek ebben a szereplők. Mint mondtam, a nők alig kerülnek elő, az például nagyon érdekes, hogy, hogy annak ellenére, hogy Ábel egy 16 éves fiú, azért már egy, egy kamasz, a felnőtt kor felé félúton lévő kamasz, egyedül van fönn az erdőn, és egyáltalán nem jutnak eszébe a lányok. Ez például nekem nagyon furcsa volt. Vagy azt is meg lehet figyelni azért a szereplők jellemzésénél, vagy a szereplőknél, hogy azért ez egy eléggé leegyszerűsített világ. Tehát például a románok azok általában rossz fejek, a gazdag, a városiak, meg a bankemberei azok szintén általában rossz fejek, de legalábbis eléggé, eléggé, ostobák, vagy ilyen, ilyen, tehát nagyon könnyen meg tudjuk őket tréfálni Ábel, tehát van egy ilyen erős leegyszerűsítés a szereplőknek a jellemzésében. De egyébként nem mozgat különösebben sok szereplőt a regény, pontosabban a hargitán fát vásárló környékbeli emberek azok jönnek, mennek. Tehát ilyen mellékszereplőkből viszonylag sok van, és ezeket időnként nagyon találó a jellemzés egy-egy történet. De egyetemen Ábel áll a mű középpontjában. Nagyon fontos a tér, hogy hol játszódik a történet. Ugye, mint mondtam, Ábel csíkcsicsóban él, Ábelék csíkcsicsóban élnek, ugye ez Erdélynek egy területe, a csíki medence. Én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy jártam csíkcsicsóban, ez egyébként a csíkszeredához közel van, meg csíksomjóhoz. Tehát voltam egyszer csíkcsicsóban, ráadásul egy esküvőn voltam, úgyhogy elég sok helyi emberrel találkoztam, beszélgettem, és tényleg van valami, tehát tényleg van abban valami, hogy a székely embernek a mentalitása, a kommunikációja az egy picit más, mint amit megszoktunk. Tényleg sokkal szűkszavúbbak, nem beszélnek feleslegesen annyit, viszont ha beszélnek, akkor hajlamosak a tréfálkozásra. Tehát, tehát ez az Ábel a rengetegben által megidézett székely világ, ez, ez az én tapasztalataimhoz nagyon hasonlít. És azt lehet mondani, hogy a táj is legalább olyan fontos szereplő a regényben, mint maga Ábel. Ábel nagyon szoros szimbiózisban van a természettel, nagyon szeret a természetben lenni, nagyon jól viseli el a természetnek a viszontagságait. Ha emlékeztek rá, amikor mennek föl a házhoz, maga az a tény, hogy az erdőben barangolhat az apjával, hogy mehet, mozoghat a természetben az őt örömmel tölti el. Tehát a természeti tája Hargita is egy nagyon fontos szereplője a regénynek. Ugyanakkor nem érintetlen ez a természet. A háború, a közeli háború ugye 1920-ban kezdődik a történet, tehát nem sokkal az első világháború vége után. A háború az befurakodik a természetbe is, ugye sírokat talál Ábel, illetve fegyvereket, puskákat, és bombákat. Tehát ez is jelképes, hogy a háború az mindenhol ott van. Semmit nem hagy érintetlenül, még a, még a Hargita magas hegycsúcsait sem. Szintén nagyon fontos az idő, a történelmi kor, amikor a, az ábel a rengetegben játszódik. Mint mondtam, 1920. szeptember végén kezdődik a történet, és a következő tavaszig tart. Ugye 1920-ban, tehát a regény cselekményének kezdete előtt pár hónappal írták alá a trianoni békeszerződést, ami egy igazi trauma az egész magyarság történetében, lehet mondani, hogy a mai napig feldolgozatlan trauma, amelynek során láthatjátok itt a kirakott térképen, hogy a történelmi Magyarországnak a nagy részét elcsatolták, más országokhoz csatolták, így például Erdélyt is, és Ábel, Ábel és a családja, illetve a hozzájuk hasonló székelyek, akik ott éltek egyik napról a másikra egy másik ország, Románia állampolgárai lettek, és kisebbségbe kerültek. És aztán lehet tudni, ugye a történelmi tanulmányaitokból talán már ti is tudjátok, hogy aztán a 20. század során a 20. század további részében időnként nagyon komoly megpróbáltatásokat kellett kiállnia az ottani magyarságnak. Tehát ez egy, ez egy nagy trauma volt a trianoni békeszerződés, és tulajdonképpen ez is indította Tamási Áront arra, hogy ezt, a, hogy ezt a kisebbségi létet, a székelységnek ezt a, ezt a nagyon nehéz életét ezt megörökítse hitelesen, hiszen ő maga is onnan származott. De nem csak a történelmi idő fontos, hanem az évszakok váltakozása, a természet váltakozása is. Ezzel a cselekmény nagyon sokszor összhangban van, tehát amikor tél van és sötétség, a természet is egy picit, picit elcsendesedik, és kopár lesz, akkor neg negatívabb dolgok történnek, Ábellel, ennek az egésznek a mélypontja, az édesanyjának a halála, aminél ugye nem lehet jelen, csak értesül az apjától. És aztán jön a tavasz, és a tavasz az ezúttal nem csak a természetben jelent egy új kezdetet, hanem Ábel életében is egy új kezdetet jelent, hiszen azzal záródik a regény, hogy felmond uh, itt az erdőpásztori állásából, és elindul. Elindul ö, szerencsét próbálni. Tehát egy új kezdetet hoz el a tavasz Ábel életében. Beszéljünk a narrációról egy kicsit. Ez egy egyes szem első személyű elbeszélés, tehát maga szakálos Ábel a narrátor, de ugyanakkor picit lóva levegőben ez az elbeszélés. Tehát az érződik, hogy ezt a felnőtt Ábel mondja, de nem nagyon tudjuk, hogy mi történt vele azóta, nem nagyon értelmezi utólag, az eseményeket, azt sem tudjuk, hogy mennyivel később meséli el a történéseket, tehát hogy, hogy mennyi idős az az ábel, amit mesél, tehát nem nagyon tudunk róla semmit, csak azt tudjuk, hogy ez a Hargitán eltöltött pár hónap, ez sorsfordító az ő életében, és ez indítja el a felnőtté válás útján. És a regény végén ugye ki is mondódik, hogy miután hogy csalódott a, a. Ugye nem bánik vele korrekt módon a bank, annak ellenére, hogy segít elfogni fuszulánt a tolvajt, tulajdonképpen még csak, még csak egy köszönömöt sem kap, és akkor, akkor úgy dönt, hogy, hogy, ő a, hogy ő a szegény, egyszerű emberek képviseletére, az ő segítésükre fogja föltenni az életét. Tehát egy ilyen változást hoz el Ábel számára a Hargitán töltött néhány hónap. De az enyek, hogy egyes első személyű a, a narrátor és a saját nézőpontjából mondja el az eseményeket, és egy nagyon tehát nagyon sokszor egy ilyen kedves öniróniával viszonyul a múltbéli ényéhez. Ez is jellemző a, a, történetmondásra. És beszéljünk tényleg most már csak nagyon röviden arról, hogy mi az üzenete az Ábel a Rengetekben című regénynek, ami egy eléggé kitüntetett helyen van a magyar irodalmi kánonban. A kánon az azt jelenti, a kánon azoknak a műveknek a csoportja, amelyeket fontosnak gondolunk a magyar kultúra, a magyar irodalom szempontjából, és itt az Ábel, az egy, Ábel a és az Ábel trilógia egy kitüntetett helyen van. Ugye azt szokták mondani, hogy, hogy egyrészt a szülőföldhöz való viszonyulás, a hazaszeretet, a szülőföld szeretetének a regénye az Ábel a rengetegben, illetve az egész Ábel trilógia. A trilógia harmadik részében, amikor Ábel eljut Amerikába, ott hangzik el egy szereplőnek a szájába az a nagyon híres mondat, ami úgy szól, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tehát a hazaszeretetnek a regénye, a szülőföldhöz való kötődésnek a, a regénye az ábel, azt mondja a világról, hogy történjen bármi, jussunk el, jusson el az ember bárhova, a, a szülőföld az egy kitüntetett helyen marad mindig az életében. És a másik dolog, ami miatt fontos, hogy a, az Ábel a rengetegben, hogy ez a magyar nemzeti összetartozásnak a regénye, az erdélyi székelységnek a megörökítése, a magyarság, magyar népen belül egy nagyon sajátos színt képviselnek a, székelyek, és az ő világukat nagyon jól örökíti meg az Ábel a rengetegben, és ezért is nagyon fontos. Főleg akkor volt kiemelt, Kiemeltem, fontos ez a regény, amikor éppen nagyon nehéz sorsuk volt a Romániában élő erdélyi magyaroknak, székelyeknek. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos az az életszemlélet, amit megjelenít Ábel. Ha olvastátok a regényt, akkor tudjátok, hogy nagyon kemény dolgok történnek vele. Tehát sokszor éhezik, sokszor fázik, ugye amikor belköltözik hozzá surjélán, akkor sokszor tulajdonképpen erőszakosan bánnak vele de mindig valamiféle nyugodt derűvel emelkedik felül a regé... a... az életnek a viszontagságain. És talán ez is az egyik legnagyobb tanulságja az Ábel a rengetegben című regénynek, hogy a humor és a derű a segít, segít ö... átsegíti az embert az élet nehézségein, és minél inkább az ember magáévá tudja tenni ezt a derűs életszemléletet, annál könnyebben fog boldogulni az életben. Tehát ennyi lett volna az ábel a rengetegben elemzése. Röviden, hamarosan jelentkezem. Sziasztok!